A budapesti városigazgatási koncepció átalakításáról tárgyalt november 26-ai ülésén a fővárosi közgyűlés. Mostanáig két holding tömörítette a város működésért felelős cégeket. A BKK a közlekedési, a BVK a város üzemeltetését végző cégeket felügyelte. Az új koncepció alapja, hogy a két holding helyett a főváros a jövőben egy holding jellegű társaság keretében látná el valamennyi, a közszolgáltatásokkal és közfeladatokkal kapcsolatos feladatát. Ez lesz a 2015. január 15-én létrejövő Budapesti Városigazgatóság ZRT. Jó példák vannak, tehát a recept azt gondolom, hogy jó, ezért támogatni fogjuk. Én azt kívánom, hogy ezt a receptet már ne rontsák el, mert hogy nagyon sokba kerülnek ezek a változások, ezek a szerkezeti átalakítások. Úgyhogy én is ahhoz tudnék csatlakozni, hogy a lehető legalaposabb előkészítő munka történjen meg az érdemi elindítás előtt ennek a szervezetnek. Egyébként magával, a folyamat irányával egyetértünk. De fontos ugyanakkor, hogy egy ilyen nagy horderejű, ilyen jelentős átstruktúráláshoz valóban készüljön egy olyan előzetes hatástanulmány, amely pontosan rámutat, hogy milyen várható kihatásai vannak ennek a reformnak. Igen, képviselő úr, ha megnézte az előterjesztést, alapelvekről döntünk most. Amikor a koncepció részleteiről döntünk, akkor ezek az információk az önök rendelkezésére fognak állni. A közgyűlés második napi rendi pontként tárgyalta a közlekedés szervezési koncepció alapelveit, amelynek során felülvizsgálják a budapesti közlekedési központ funkcióit és feladatait. A jövőben a BKK az új városigazgatóság részeként működik majd, ezen belül bizonyos feladatai külön szervezeti egységbe kerülnek. A BKV tulajdonosi jogai, amelyeket mostanáig a BKK gyakorolt, visszakerülnek a városigazgatósághoz. Az a kapcsolatban szeretnék valami fajta megnyugtató választ kapni főpolgármester úrtól, hogy azok a fejlesztések, amelyek napirenden vannak az elkövetkező években tömegközlekedés területén, amelyek közül számos az én kerületemet, Zuglót is nagyon közvetlenül érinti. Valóban ez az új struktúra nem látja úgy főpolgármester úr, hogy veszélyezteti ezeket a projekteket, amiket még egyszer mondom, én rendkívül fontosnak gondolok. Azok a fejlesztések, amik miatt polgármester úr aggodalmát fejezte ki, biztosíthatom, hogy egy irányban haladunk ezügyben, és ez nem is fog változni. Most szétdarabolnák a BKV-t, illetve a BKK-t, és egy másfajta berendezkedésre próbálnak itt javaslatot tenni. Én azt gondolom, hogy ez a hatalmas dolgokat nagyon könnyen, nagyon gyorsan, és végül is szerintem nem végig gondoltan nem érdemes meglépni, így ezt az előterjesztést sem fogjuk támogatni. Vannak kérdések, nyitott kérdések, amit valóban majd az elemzéseknek kell eldönteni, például, hogy a taxi ügyeket hol kell, melyik részlekhez kell csatolni, hogy ne legyen az ügymenetben fennakadás, de van egy nagyon fontos momentum, ami miatt tudjuk támogatni. Tehát a kezdeti szándék az a London modell mintájára egy nagyon operatív, irányító, és a londoni minta az egy 100 fős agytröztöt jelent, egy irányító struktúrát állított volna föl a teljes közlekedési ágazat fölé. Mára ez már több ezer főre duzzadt. Olyan feladatokat lát el, amelyek egyáltalán nem tartoznak egy általános megrendelő hatáskörébe. És ez a abnormális helyzet rendkívül sok problémát és anomáliát okozott. Tehát ha csak ezt az egyet orvosolná a fővárosi közgyűlés, már nem dolgozna hiába. Ez az előterjesztés sok fontos dolgot határoz meg, például mindenféleképpen a tulajdonosnak és a fővárosi közgyűlésnek a kizárólagos joga meghatározni, hogy azt a feladatot, amit a törvény ráró, például ugye a közlekedési feladatok ellátását, azt milyen cég szerkezetben, milyen tulajdonlási struktúrában és milyen tulajdonosi jogok gyakorlásának struktúrájában kívánja elvégezni. Én azt gondolom, hogy ez a koncepció abban a tekintetben semmiben nem jelent változást. Nem ördögtől való dolog, amit szeretnénk. Ezt mondta Horváth Csaba képviselő úr is, hiszen mit is akarunk mi? A tulajdonosi jogokat a törvény által címzett jogos tulajdonos visszakéri. Mi a probléma ezzel? Érdemes ezen vitatkozni? Ez valami anomália? Hogy a jogos tulajdonos akar rendelkezni az őt illető tulajdonosi jogokkal? Mi probléma ez valakinek? Ugyanis nem igen akarunk többet. Wintermantel polgármester úr elmondta, és egy elég széleskörű egyeztetésen már beszéltünk is erről, hogy nem akarjuk mi ezt a
céget szétszedni. Az általuk elindított projekteket sem vesszük el tőlük. Miről beszélnek itt egyesek? Arról kellene beszélni, hogy a tulajdonosi jogok a tulajdonost illetik meg. Arról kellene beszélni, amit Horváth Csaba képviselő úr is elmondott, hogy lehet itt nyugati példákat citálni, talán helyes is, de nem erről van szó. Elmondta Csaba, Londonban egy 100 vagy 200 fős cég látja el ezt a feladatot, nem egy közel 2000 fős. Ezen akarunk változtatni, nem pedig az alapelképzelésen. Pont azt akarjuk, hogy az eredeti elképzelések szerint működjön ez a cég, semmi más nem akarunk. Az a fejlődés, ami a városban megtörtént az elmúlt 4 évben, ebben senki nem vitatja sem a BKK, sem a BKK vezetőjének a valóban nekik tulajdonítható érdemeket, az azonban aránytalan gondolni, pláne mondani, hogy minden a világon egy cégen és egy emberen múlott. A közgyűlés mindkét előterjesztést jelentős többséggel egy ellenszavazat mellett fogadta el. Az ülésen több mint 50 napi rendi pontot tárgyaltak. Többek között újra megválasztották Bán Teodórát, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének. 5 színház vezetésére írtak ki pályázatot, elfogadták a Szél Kálmán tér felújításának és a budai fonódó villamos építkezésének megkezdéséhez szükséges döntéseket. Szintén pályázatot írtak ki a Vörösmarty téri vásárok városképi szempontból is méltó arcolatú pavilonjainak megtervezésére.